Sziasztok, ez megint az autóvizsgálat, itt vagyunk Varga Tibivel, akinek hoztam megint egy kérdést. Sziasztok! Tibi, az lenne a kérdésem, régen, amikor egy-két ismerős, aki komolyabban foglalkozott korabeli állapotok visszaállításával, restaurátorkodtak, akkor ők nagyon esküdtek arra, hogy minél inkább gyári alkatrész, eredeti alkatrész, viszont azt láttam, hogy mostanában egyre többen megint kezdenek ilyen irányba nyitni. Mi a helyzet ezzel? Utángyártott alkatrész megfelelő, vagy inkább törekedjünk a gyárira? Igen, ez nagyon érdekes téma. Hát azt kell tudni, hogy a gyárak általában nem vagy kevés alkatrészt gyártanak. Tehát ilyen, hogy gyári alkatrészt nagyon ritkán létezik. A gyár gyárt motorblokkot, karosszériát, szélvédőt, még ez se feltétlenül. A legtöbb alkatrészt beszállítók szállítják be. Nagyon sok utángyártott alkatrész gyártója ugyanúgy szállít be a gyárba is, mint ahogy külön megvásárolhatjátok a polcokról utángyártott alkatrészként ugyanazt az alkatrészt, csak esetleg a különböző márkáknak nincs beleütve az emblémája, illetve a dobozán nem szerepel az autónak a típusjele, de ettől még ugyanolyan értékű alkatrész lehet. Viszont nagyon fontos ezt megjegyezni, hogy ne gondoljátok azt, hogyha vásároltok egy új autóalkatrészt, legyen az gyári vagy utángyártott, az minden esetben jó állapotú, illetve új állapotú lesz, és nem lesz közte selejt. Sajnos az autószerelési tapasztalat is azt mutatja, és ebben gondolom sok kollega is meg tud erősíteni, hogy rengeteg esetben fordul az elő, hogy egy új alkatrészt beépítünk az autóba, és már pár nap, hét, akár óra után az alkatrészről kiderült, hogy selejtes volt. Ilyenkor sajnos lehet szétszedni megint az autót, kicserélni az alkatrészt, visszavinni, nyilván a munkadíjat senki nem fogja megtéríteni. Tehát magyarul nagyon sok bosszúságot tud okozni az, hogy egy alkatrészt nem megfelelő minőségű. Ne gondoljátok azt, hogy egy jó minőségű vagy egy jó nevű alkatrészgyártónál ez nem fordulhat elő. Sajnos nincs tökéletes világ, minden egyes alkatrészgyártónál, akár egy gyári beszállítónál is előfordulhat az, hogy egy alkatrész valamiért selejtes lett, és ez pont hozzánk kerül. Nagyon gyakori az is, hogy ilyenkor a szerelőket hibáztatják, hogy biztos nem jól szerelte össze az autót. Szerintem a boltban vásárolható alkatrészeknek között 10%-a akkor selejtes már, amikor beépítjük az autóba. Gyakorta fordul az is elő, hogy az anyag minőség nem megfelelő. Tipikus példa erre a féktárcsa, aminél számtalan esetben akkor derül ki, hogy nem jó az alkatrész anyag minősége, amikor beépítjük a megfelelő alkatrészt, belemegyünk egy pár tócsába, a felhevült féktárcsával is eldeformálódik. Meglepő módon sokszor az olcsóbb alkatrészgyártóknak jobb minőségű féktárcsái vannak, mint a neves alkatrészgyártóknak. Ennek az okát pontosan nem tudom miért van, de gyakorta tapasztaljuk, hogy a drágább féktárcsák hamarabb betemednek, mint némelyik olcsóbb társa. Itt van másik példának a fékbetét, ha már a fékeknél tartunk. Különböző fékbetétgyártók különböző keménységű, minőségű alapanyagot használnak, ezért nem ritkán fordul az elő, hogy gyakorlatilag a féktárcsa szinte jobban kopik, mint a fékbetét, aminek egyébként az lenne a dolga, hogy kopjon, és ezt azért a tudtunkra is adja hangos nyikorgással, nyekergéssel. Ilyenkor sokszor nincs más megoldás, mint kicserélni újból a fékbetétet, és egy másik márkára váltani. De mindennapos történet az is, hogy beépített csapágyak zörögnek, lötyögnek. Nem ritkán hidraulikus alkatrészek kezdenek el csöpögni akár pár héttel a beépítés után, de volt az is példa, hogy azonnal nagyon sokszor mérethibásak az alkatrészek. Például egy belső féltengercsuklóról senki emberfia nem fogja tudni megállapítani egy íróasztalra lerakott alkatrésznél, hogy az hibás. Itt század milliméterekről beszélünk, viszont beépítve, én magam is jártam így többször féltengercsuklóval, hogy a beépített alkatrész vadi újonnan ütött, rázott nyomaték hatására. Ilyenkor minden esetben vissza kellett vinni. Sokszor nem is akarták könnyen visszavenni, hiszen, még egyszer mondom, kézbe véve ezen az alkatrészen semmiféle hiba nem fog látszani, viszont a nagy nyomatékot nem tudta központosan átadni, ezért ütött. Létezik egy olyan urbán legend, hogy bizonyos gyártók bizonyos termékeket eleve úgy gyártanak le, hogy valamennyi időt szolgáljanak csupán ki. Nem tudom, ez mennyire lehet jellemző mondjuk egy autóalkatrész esetében. Nyilván piacgazdaságban élünk, tehát az autógyártóknak is az az érdekük, hogy lehetőleg ne örökké használjunk egy autót, vagy éppen egy autóalkatrészt, illetve egy idő után ne legyen gazdaságos javítása, lehetőleg mindenki vásároljon új autót. Természetesen ez nem lehetséges, és biztos vagyok benne, hogy az alkatrészek így is vannak tervezve, viszont itt különbséget kell tenni ezek között az alkatrészek között, illetve a selejtes alkatrészek között. Én nem gondolom azt, hogy szándékosság lenne abban, hogy a különböző gyártók selejtes alkatrészeket gyártanak. Ezzel együtt mindig van némi hiba százalék, amivel dolgoznak. Ez ugyanígy van a kenyérnél, a lavornál, a cintányérnál, illetve a bakancsnál is. Mindig előfordul olyan, hogy vissza kell vinni egy-egy alkatrészt, vagy bármilyen terméket, amit ember, illetve gép vagy robot gyártott vagy tervezett.
Tehát, hogyha az autótokat javítja a szerelő, és azt mondja, hogy a beépített alkatrész egy hét után tönkrement, az nem jelenti azt feltétlenül, hogy át akar titeket verni. Nagyon gyakran valóban igaza van, hiszen nem egy ritka eseményről beszélünk, persze ennek a fordítottja is lehetséges. Köszönjük, hogy ismét velünk voltatok. Ha tehetitek, kövessétek a csatornánkat, lájkoljátok, illetve osszatok meg, és sziasztok! Sziasztok! We'll be right back.